Mikulás várás jegyében telt advent második hétvégéje Torontálvásárhelyen. A helyi Magyar Művelődési Művészeti Központ december 3-án első alkalommal szervezte meg a jótékonysági Mikulás bálat, amelynek bevételét Torontálvásárhely szépítésére, rendezésére ajánlják fel. A rendezvényről Szénási Beretka Eszterrel beszélgettünk. Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm először is a bál résztvevőit, és természetesen a most már lassan ünneplőbe készülő tévénézőket is, illetve a rádióhallgatókat. Hát ennek a bálnak a megálmodója, így most csak nem idézőjelben, nem zárójelben mondtam, hogy jó magam gondoltam ki, még akkor, amikor a pipacsos bálon itt ültem, és raktam az agyamat szépen sorba, hogy mi nekünk is, mint civil szervezet, illő részt vegyünk mi is abban a debélyacsa betűs kiírásba, amit hát büszkén viselünk mi is, mert hát ugye itt vagyunk, mint falunk szülöttjei, és örülünk, hogyha ránézünk arra, amit már nagyon sok más helyeken láttunk. Sajnos egy olyan esemény történt, hogy a három bál ugye majdnem, hogy ütközött egymással, de hát én azt hiszem, hogy mind a három helyt a vendégek ott voltak, aki szeret mulatni, az nem mondja, hogy jó, mert ebben a hónapban voltam bálba. Hát most ez így történt, hogy mivel Mikulás nap is, és bárra kiéhezettek vagyunk, mert ugye ez a Covid megtette a saját tennivalóját, és hát az ilyen mulatozások kimaradtak 2-3, sőt 4 éve. Na mostan mi először is ebben az évben megszerveztük ezt a Mikulás bálat, és ezzel tudunk hozzájárulni a helyi közösségnek ahhoz, hogy egy kis lukat, egy betűvel mi is hozzájáruljunk ehhez a kiíráshoz. Már a betűk már fel vannak állítva. Ez most mit jelent? Tehát utólag is segítenek a helyi közösségnek? A betű, ez úgy mondjuk a csontváz. Mert itten ugye a váz, ami megvan, ez még tele lesz apró kövekkel, díszkövekkel rakva, ami egészen más fog majd mutatni, mint mostan. És hát mindenféleképpen egy ilyen megvilágításról is volt szó. Na most, hogy ezt, hogy mire fordítsa a helyi közösség, ez teljesen ők rajtuk áll, mert a tombola bevétel az teljes egészében a helyi közösségnek megy. Tehát mi hozzájárulunk, hogy ők mit melyik lukat tömik be ezzel a pénzzel, ez most már rajtuk áll. Igen, fő, hogy Torontálvásárhely javára lesz fordítva. Itt látjuk, az asztalok meg vannak rakva, értékes tombolatárgyakkal. Hát igen, hát nagyon szépen köszönjük a helyi közösség nevében is Nagy Klaudiának, aki erőt, energiát adott bele, hogy begyűjtse ezt a sok szép tombolát, és természetesen a tombola adományozóknak is egy nagy-nagy köszönet. Hát most reméljük, hogy a tombola blokkocskák gazdára is fognak találni, és aztán lesznek olyan szerencsések, hogy nyerjenek is egy-egy hasznos csomagocskát. Fontos kihangsúlyozni, hogy batyúbáról van szó, tehát mindenki azt fogyasztja, amit magával hozott a batyújában. Igen, igen, batyús bál. A kosarak, garabolyok meg vannak tömve, mert látom, akik idejöttek, hogy igen, gazdagon, kitesz mindenki magáért. Na most itt a szomszédságban a píza sül, a bikcsikbe a húsfélék, a csevapok, úgyhogy hát mindenki az ízlése szerint, amit szeret, azt fog magának föltálalni. A bor, a sör, a zivó valami, az üdítők, ez mind a kosarakban van. És itt láttuk a folyosón, már két puttony is el van készítve,
Megérkezik majd a Mikulás? Igen, ezen is van egy kis hangsúly, hogy a Mikulás ne maradjon ki. Hát adjunk hogy szokták mondani, a gyermeknek nevet, a bulinak pedig adjunk egy fénypontját, ami a Mikulás dragacsán be fogja tolni a puttonyt. Azt pedig köszönjük Alföldi Imrének, hogy kézműves munkával ezt a dragacsot nekünk megalkotta. És ne hagyjuk ki a zenészünket? Hát a zenészünk ugye az a megszokott Győri Zoltán, aki biztos, hogy a jókedvről az gondoskodik, hogy megteremtse mindenki hangulatát, a többi pedig a vendégeknek a dolga. Hát, mint ahogy mondtuk, első alkalommal van december elején, tehát Mikulás bál megszervezve. Esetleg tervezik majd jövőre is megszervezni, hogy hagyományjá nője ki magát? Tervezünk, igen, már el is van 99%-ban tervezve, mert az idén kellett volna ünnepelni a Magyar Művődési Művészeti Központ a 20 éves jubileumi fönnállását, de mivel ez nem teljesülhetett még teljes egészibe, tehát jövő június 10-én a pünkösd utáni egy héttel tervezzük a nagyszabású jubiláris 20 éves fönnállásunkat, meg fogjuk ünnepelni, és hiszem, hogy ott is nagyon sok. Tehát, de oda ugye a klubtársainkat és a társklubokat is, tehát a vidékről is be fognak futni a vendégeink, úgyhogy szintén nagy számba fognak majd. Ez lesz a következő. A tombola húzást követően már a hajnalig tartó vidám mulatozásé volt a főszerep. A Magyar Művelődési Művészeti Központ szerint nagyon jól összehozta a falut az első Mikulás bál.